Rájöttem, hogy mindenki közületek, meg én is, azt mondjuk magunkra, hogy én. Mindenki közülünk úgy gondolja, hogy ő én. Ugye? Na, ez azért elgondolkodtató. Tehát valaki megy az utcán, és kérdezik, hogy te ki vagy, akkor mondja, hogy én. Vagy Julika, te vagy az? Én. Tehát az én élmény, az mindnyájunkban. Egyértelműen egy alap, és ráadásul ezt az ént, ezt nem lehet körülírni, hogy kire is mondom én azt, hogy én. Mert amikor már 3 éves vagyok, még akkor is azt mondom, hogy én magamra, és úgy élem át a dolgokat, hogy én megyek, és nem adják oda azt a hintalovat. Ronda Gusztika nem engedi, hogy felüljek a hintalovára. Ugye én nem ülhetek föl 3 évesen. És 60 évesen is ugyanezt mondja az én, csak azt már nem érdekli a hintaló. És tök másképp néz ki. Tehát van egy 3 éves ekkora valaki, és ott van a 60 éves. Tehát most így van. Tehát nézzük meg, kérem, hogy a kettő között mennyi a különbség és a hasonlóság. És sokkal több a különbség, mint a hasonlóság. Ez a nagy érdekes, és még mindig azt mondja rá, hogy én. Na ez azt mutatja, hogy az én független attól, hogy ki nem mondom rá. Mert ugyanaz az élmény. És erre mondta azt a Schopenhauer bácsi annak idején, hogy mindenki, aki csak egyszer elgondolta, vagy leírta, vagy kimondta azt a szót, hogy én, az ugyanarra az énre gondolt. Tehát, mint hogyha egy én nézne ki mindenkinek a szemén. Ugyanaz az én néz ki a szemünkön, csak ugye más körítéssel. Tehát én ez vagyok, tessék, és innen nézek. Tehát ez hogy honnan néz ez az én? Annyiban specifikus, hogy mindenki máshonnan néz, most fizikailag is, és amúgy is az egész világát egy tökéletesen saját szemszögből éli, de az, aki éli az ő világát, az én. Ő maga is így gondolja. De ez nagyon érdekes. Na most ez a testvériség alapja. Ez az élmény. Hogy te ugyanaz vagy, mint én. Csak te vagy. Miközben én vagy. Én vagyunk. Érted? Tehát az, és ezért érdekes ez, hogy egy olyan ember, aki ezt átérzi, az nem akar szenvedést okozni a másiknak. Tehát egyszerűen irtózik attól, hogy a másik szenvedését ő okozza, vagy létrehozza, vagy szemlélje. És akkor van egy másik típus, ismerünk olyanokat is, akik meg élvezik a mások szenvedését. Tehát nem érzik át. De hát ez, hát gondolom, tehát a csiga se érzi át. És mégis van csiga. Tehát ez egy nagyon érdekes felismerés volt, hogy felesleges nekünk, kis embereknek azon vitatkozni, hogy melyikünknek van jobban igaza. Hát ez tök felesleges. Hát mire megyek azzal, hogy téged meggyőzlek, hogy nekem igazam van? Akkor hol jutottunk előre? Én mennyivel vagyok előrébb, hogy most igazam volt? Mert hogy az én vallásom a jobb például ebben. Az enyém jobb. Tényleg, nem olyan jó. De jó az is, de azért nem. Én ilyet hallottam, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Tehát például egyes elvakult krisnások, csak ugye annak idején, azok képesek voltak azt mondani, hogy hát csak a krisna tudat jó, hát a kereszténység is jó, de hát mondjuk úgy, hogy a kereszténység a kiskönyv, és a Bhagavad Gita a nagykönyv. Tehát ott akkor, ott aztán az igen, hát a kereszténység egy kicsit. Na most ez vérlázító. Pláne, hogy mondják, hogy tehát a legrosszabb a buddhista. Tehát a buddhista az annyira nagyon rossz, hogy hú, tehát az úgy elevenen már el van kárhozva. Tehát nem, hogy majd fog, már kárhozott, ős apja is már az volt. Mert ő buddhista lett. Szóval valami ilyesmi szélsőséges, ja, meg az iszlám. Tehát minden más vallás nem jó. Na most kérdezzétek meg, hogy melyik az a vallás? Az az egyetlen vallás, aki azt mondja, hogy mindegyik vallás jó. Van egy ilyen vallás, aki ezt mondja. Az a buddhizmus.
És ez azért érdekes, mert ugye nem kerülhetjük ki ezt a kérdést. Ezt nekünk érezni kell, már a felnőtt korunknak a hajnalán szerintem érzi az ember, hogy a dolgok ide-oda tologatása, csak az, hogy most hova menjünk, és honnan mit vigyünk haza, ez olyan végtelenül sivár. Tehát kell, hogy legyen egy mélyebb értelme, vagy egy magasabb értelme. Tehát az egész életnek valami nagy küldetések van voltak éppen mindenkinek. És ehhez a küldetéshez hozzátartozik a személy feletti intelligenciával való kapcsolattartás. És akkor azt nevezzük meditációs élménynek, vagy a megvilágosodás élményének a megérintésének, vagy Istennel való közvetlen kapcsolat, vagy hogy ismerem, vagy beengedem a Jézus Krisztust a szívembe. Ez mind ugyanaz. És a lényeg a következő, hogy nem egymást kell meggyőzni arról, hogy hogy van, hanem nekem kell csinálni. Tehát, hogyha én kinyitom a szívemet, aszerint a vallás, vagy akár csak szellemi út szempontjából, akkor történik meg, hogy ott kinyílik a kapu. Ha nem nyitom ki a szívemet, akkor nem nyílik ki. Tehát nekünk kell, nem a másik fogja, az, akit éppen meggyőztem, hogy nekem jobban igazam van, az nem tudja nekem kinyitni a kaput az Isten felé, hanem én tudom kinyitni. Vagy ugye, tehát szándékosan használom az Isten kifejezést, de bárhogy lehet mondani. Tehát higgyétek el, hogy az, hogy egyetemes tudat, az pontosan ugyanolyan jó. Vagy hogy az felsőbb én, a legfelsőbb én, az ugyanolyan jó. Tehát képzeljétek el, hogy minden egyes külső hatás, főleg az ilyen tudatosan irányított média hatások, arra törekszenek, hogy mi ne tudjuk magunkat összeszedni. Rá akarnak venni minket valamire. Mire? Hogy mi vásároljunk ezt, vagy azt, vagy amazt, mindegy, hogy mit, de azt mindenképpen vegyük meg. És adjunk ki pénzt, és a saját véres verítékkel megszerzett pénzünket költsük arra, amit ők szeretnének. Na most ennek nagyon-nagyon messze menő következményei vannak. Hát az, hogy ehhez állandóan pszichológiai módszereket vesznek igénybe, amelyek le az agyunkat elborítják egy ilyen folyamatos homállyal. Tehát azt higgyétek el, de biztos tapasztaltátok, hogy az nem tesz jót a tudatnak, amikor nézünk a tévébe egy filmet, és körülbelül ilyen hangnemben megy a beszélgetés a tévében. Igen, Jolán, gyere majd, meg én jó, Józsikám, majd megyek így. És ebbe bele robban egy... Értitek? Ez nem tesz jót az embernek. És egy film alatt 4-szer, 5-ször megtörténik. És utána megjön a hírek, és a hírek össze van válogatva. Az nem úgy van, hogy az események, amik az események, azok mennek a hírekbe. Hanem a millió esemény közül pragmatikusan, céltudatosan ki van válogatva, hogy milyen eseményeket rakjunk be, hogy ti így vagy úgy érezzétek magatokat. És mi a cél? Az, hogy állandó egy ilyen kis feszült frusztrációban éljünk. Át kell értékelni a jó és a rossz fogalmát. Tehát az a jó és a rossz önmagában nincsenek. Azok csak viszonylat formájában merülnek föl. Maguk a dolgok nem tartalmazzák azt a sajátosságot, hogy ők jók vagy rosszak. Hát például egy tégláról nem lehet megmondani, hogy az a tégla jó, vagy rossz, vagy közömbös. Az attól függ, hogyha ráesik a nagy lábujjamra így ilyen magasból, akkor az egy rossz tégla. De ha beépítem a falba, akkor jó tégla, és ha észre se veszem, akkor közömbös. Ugyanaz a tégla. Ez egy nagyon erős felismerés, gyerekek. Hogy a dolog nincs eldöntve. Az van eldöntve, hogy ő majd valamilyen lesz attól, ahogy én állok ő hozzá. És így van a világ. Szóval sokkal nagyobb szerepe van a mi szemléletünknek az életünk szempontjából, mint az, hogy külső körülmények hogy vannak berendezve.
És közben azt kell érteni, hogy az egész játék az a szeretetre épül. És a szeretet az nem valami extra plusz. Az nem olyan, hogy ki kell nyerni, mert amúgy egy szeretettelen világban élünk, hanem a szeretet az az alapelv. És egész pontosan le lehet vinni a vonzalomig. Igazából a vonzalom az alapelv. És a vonzalom jelenik meg szeretet formájában. De ez azt jelenti, hogy az egész létezés, az egész univerzum a részecskékből, ahogy felépül, pozitív és a negatív részecskék játszmájából épül föl. Tudjátok, hogy még az atomot felépítő kis apró részecskék, az atom alatti szubatomi részecskék is pozitív és negatív töltöttségűek és semlegesek adott esetben. Ez a három képviseli az anyagot. Hát ez nem maga a szeretet? Hát, hogy vonzódik az anyag önmagához. Hát az, hogy tömegvonzás, az mi más, mint az, hogy összetartanak. Össze akarnak tartani, és akkor lesz egy gombóc. És az a gombóc össze akar tartani a másik gombóccal, és körülötte kering. És ez a világegyetem, gyerekek, hogy minden a legnagyobb rendben, egymás körül, meg önmaguk körül így pörögnek, és mennek, és akkor az egyik a Merkur, akkor utána jön a Vénusz, és akkor jön a Mars, értitek? Szóval gyakorlatilag megy az egész, rendesen csinálja mindenki a dolgát. Ez a szeretet. Ez. Hogy ez nem omlik össze. Nem az van, hogy van egy nap, aki a túlzott szeretetbe mindenkit beszív, és akkor majd egy nagy fekete lyuk lesz belőle, hanem a nap az a szeretetével mit csinál? Minden táplál, tehát van egy folyamatos kifelé sugárzás, és azért egy tartja is ott. Tehát kifele sugároz, és ott tartja, de nem szívja be magába teljesen, pont odáig szívja, ameddig az jó. Hogy a Merkurnak legyen egy külön pályája. Aztán a Vénusznak is legyen egy külön pályája. És nem mindegyik belezuhan a napba. Hanem ez, hogy a centrifugális és a centripetális energia hogy működik ebben a rendszerben? Tökéletesen. És ráadásul a földre vetítve, gyerekek, ezt kell érteni. Annyira intelligens volt az, aki ezt kitalálta, hogy a holdat odarakta, hogy a föld egy picit meg legyen így fordulva. El van fordulva egy kicsit a tengelye az ekliptikális derékszöghez képest. És emiatt ugye a forgás így néz ki. Tehát itt a nap, és így forog a föld, így. Egy picit megdöntve. Ez azt jelenti, hogy a földnek mindig egy más részét éri erősebben a fény, és kiegyenlíti azt, mert hogyha csak derékszögben lenne, akkor lehetne tudni, hogy mindig az egyenlítő körül marha meleg van, és már a harmadától, a felső két harmadától ott már hideg lenne. Tehát egy nagyon szűk sávban lehetne csak élni. Értitek? Az egyenlítőnél még nem, és akkor ahogy haladunk följebb, valahol itt a Közép-Európa csíkjában lehetne élni, meg a másik oldalon is ott, és amúgy nem. Most ki van találva ez, és ettől, hogy a hold az ott van, és az így, mint egy ilyen kalapácsvető, ahogy pörgeti a kalapácsot, azt a képet kell elképzelni a földdel, hogy az pont ahogy meg van döntve, attól van négy évszak. Na és attól lehet, hogy a földnek az egész területe lakható, csak a sarköröknél már nagyon kérdéses, de hogy mindenhol van ez a négyes váltakozás, és mindenhol éppen emiatt egy kicsit kibírható, mint hogyha nem így lenne. Hát ez micsoda fantasztikus dolog, hogy pontosan úgy van megcsinálva, hogy itt lehessen ez a kis házi kertészet. Ezek mi vagyunk. A Jóisten ültetett minket ide, és mi itt, mint ilyen kis jó karalábék itt élünk. És mindenki, minden karalábénak jut azért egy kis fény, egy kis víz, meg minden. Tökéletesen meg van csinálva. Na, ez a szeretet. Ez a szeretet, gyerekek, hogy így van. Tehát ezért ez az alap. És azért mondom, hogy a szeretet ez nem valami extrém. Ez nem olyan, amit valami pluszként kell átélni, hogy hát a szeretet és ez de nagy dolog. Nem olyan nagy dolog. Az az alap. Az pont annyira nagy dolog, hogy ahhoz képest minden más elmarad. Millió mantra van. Vagy még annál több. Tehát a mantra az egy bizonyos energiának a megjelenítése, kimondott szavak
és mormolásos technika, vagy éneklés, vagy bármi által megjeleníteni egy erőt, ami a mantra által hordozott erő. A mantra az szó szerint azt jelenti, hogy az elme eszköze. A manas, a man, és a tra, az az eszköz. Tehát szanszkrit szófejtés formájában mantra az elme eszköze. Tehát ez a mi eszközünk. És hát a magyarok is csináltak régen zsongatást. Az ugyanez, az ős magyarok. Hogyha valaki olvassa a jó tengrit könyveket, vagy hallott már róla az ősi magyar vallás összefoglalt, úgymond idézelve bibliája, hát ott is van szó a zsongatásról. Az egy gyakorlat volt a magyaroknál, közös, így, ahogy mi ezt az előbb az A hangot csináltuk. Tehát csak voltak hozzá mantrák, énekek. Csak ugye a magyar hagyományt az tűzzel, vassal eltörölték. Tehát nehéz ahhoz a régióhoz hozzájutni, azokhoz az eredeti tudásokhoz. Viszont ott van például a buddhista hagyomány rendkívül sok mantrával, és például az Om Mani Padme Hum mantra, ami a számomra a csúcsok csúcsa, az egyetemes jó akarat mantrája, azaz a leggyógyítóbb, legerőteljesebb mantra azáltal, hogy a jelentése az, magyarra lefordítva, hogy mindenkinek legyen jó. Tehát nem így mondja el a mantra, hanem az 6 szótagot mond, ugye egy Om Mani Padme Hum, és az Om abból az isteni világot szimbolizálja, a Ma az a félisteni világot, a Ni az emberi világot, Pad az az állati világ, Me az a növényi, illetve szomjazó lelkek világa, és a Hum az a poklok világa, vagy a kristályoké. Na most, amikor ezt mondom, hogy Om Mani Padme Hum, akkor ezek a világok kinyílnak, a kapujuk kinyílik, mert ezek a bídzsa mantrák, a gyökérmantrák ezekhez a világokhoz. És bemegy az összes világba a mantrának az értelme, ami ékszer a lótuszban. És az pedig az azt jelenti, hogy a férfi principium és a női principium épp tökéletes harmóniában és egységben van egymással, és ez mind a legmagasabb isteni értelemben itt és most itt van. Tehát megjeleníti ezt az üdvözült energiát, az üdv energiáját, a tökéletes egység. Tehát gondold el, hogy kinyílik a minden, a létezés 6 világa kinyílik, és oda bemegy az, hogy legyen neked jó, legyen neked üdvöd. Ez egy óriási dolog. Most gondoljátok el, hogy milyen az, amikor az ember ebben a bármiben azt mondja, hogy nem is hallatszik. És ott van, a rezgésével. Ember bemegy a kormányablakhoz, ahol már eleve másfél órát vár mindenki. És az, aki bennül szegény néni, már a 40. ilyen ideges barmon van túl, mint amilyen én vagyok, mert másfél óra után ideges barom. És akkor ott ül már így a nő. És akkor én oda meg tessék ezt, Na most az Om Mani Padme Humnak az áldása egy közé tartozik, hogy más lesz a hangulat tőle. Hogyha én másfél órán keresztül nem bosszankodok, hanem többiek által halhatatlan módon azt mondom, hogy és szeretettel nézek mindenkire. Nem úgy, hogy ti szemetek előbb juttok be, jól van. Ez a másik már most van egy a szemét. Most jött meg csak a szemét, és van egy. Érted? Most ez így megy mindenhol. Sorba kell állni. És az ember helyett így jön, hogy jó hangulat. És bemegyek, és akkor a néni is ott van, addigra épp megnyugodott, valamilyen titokzatosoknál fogom. Kezeit csókolom, jó napot kívánok, tessék, miben segíthetek. És így csinálják, megáll az ember esze. Na most 100-szor jobb ez, mint kimenni az utcára, és tüntetve beverni a másik fejét. Abból még nem született béke, hogy két tüntető csoport egymásnak izér, és leütik egymást, akkor nem lesz béke.
De az Om Mani Padme Hummal igen. Igaz, hogy ez nem megy tüntetni. Na, és ebbe bevonnálak titeket, ez az én napi gyakorlataim közé tartozik, amit most fogok mutatni. Tehát egy kis ilyen zenés varázslás az, hogy még az Om Mani Padme Hum mantra énekelve, ha akarjátok, csatlakozzatok, az biztos, hogy hasznos, tehát minimum jó lesz az ember hangulata, az a minimális hatása.